nagyon jó és gyümölcsöző kapcsolatrendszer felépítésén fogunk dolgozni. Az állami tulajdonú Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT üzemelteti majd a már épülő szekszárdi úszodát. A felek most a jövőbeni feladatokról, üzemeltetésről egyeztettek. Én azt gondolom, a város, maga az önkormányzatnak szükséges ezzel kapcsolatban is egy vízióval, egy jövőképpen rendelkezni, és mindenképpen azt tartanánk előremutatónak és megnyugtatónak, ha itt a következő években a fedett úszoda megépítése után ezek a szakmai kérdések is előtérbe kerülnének. Az új úszoda a szekszárdi élményfürdő mellett épül, amelyet jelenleg a város üzemeltet. A képviselők a későbbiekben dönthetnek majd arról, hogy a strandot is az úszodát üzemeltető cég működtesse. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes átgondolni, nem biztos, hogy ez egy életszerű döntés. Ha már ilyen kiváló szakmai kapcsolatot sikerült kiépítenünk az elmúlt időszakban az országos úszoda felügyeletet végző céggel, ezzel a szakmai intézménnyel, akkor bizony, én azt gondolom, hogy az ősz folyamán egy olyan bölcs döntést is érdemes előkészíteni, hogy akár a későbbiekben a városi strand és élményfürdő is egy szakmai kézbe, egy megbízható gárda kezelésébe kerüljön. Az üzemeltető Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT-t Dala Tamás korábbi kiváló vízilabdázó képviselte. 50 úszoda van jelenleg, ahogy említettem, Csenget, most maradjunk itt helyszínen, Tolnáig van 40 tanúszoda, ez a mindenki tanuljon meg úszni programba épültek, ott vannak nagy csoportosok, első-második osztályos, tehát a tanterve benne lévő tanterv alapján mennek az úszásoktatások, úgyhogy ez egy jó dolog, az van a legkisebb, az olyan 250-300 foglalkozás van hetente, a legnagyobbakban meg van 1000-1200 foglalkozás per hét, tehát ennyi gyerek és rengeteg így megtanul pluszban úszni. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az állami működtetés a város számára több 100 millió forintos megtakarítást jelent. A szekszárdi sportuszoda üzemeltetésével kapcsolatosan ez egy nagyon fontos megbeszélés volt, hiszen korábban említettük, hogy az állam átvállalta az úszodának a megépítését, és most már egyértelműen átvállalta annak a fenntartását és az üzemeltetését, és az állami úszodákat üzemeltető állati igazgatója, Dala Tamás igazgató úr volt itt, és az átadás átvétel, illetve a felkészülés az átvételre megbeszélések voltak, több minden részt érintettünk. A kivitelező tájékoztatása alapján az előre tervezett ütemtervet tudják tartani, így az új szekszárdi úszoda 2025 őszén nyithat.